A művelődési ház udvarán gyűltek össze a szüretet ünneplők a Tolnavármegyei NAK-on. Népviselet, traktor, zenekar, lovasfogat és vidám hangulat jellemezte a szüreti felvonulás előkészületeit. Kisgyerekek, családok, zenészek együtt ünnepeltek. Az ilyenkor elmaradhatatlan bíró és bíróné páros megállt nekünk egy pillanatra, hogy beszéljenek szerepükről és eredeti népviseletükről. De azt tudjuk, hogy végig kell vonulnunk, meg táncolnunk kell, meg stb. Nagyjából ennyit tudunk az egészről, mivel mi nem vagyunk olyan régóta itt, tehát ilyen két éve? Két éve költöztünk. Költöztünk falura, eddig városban éltünk, ott is születtünk mind a ketten. Hát most ez a feladat van, majd meglátjuk, hogy birkózzunk meg vele. A Bözsike nénitől kaptuk a ruhát, ő már nagyon régóta itt született. A faluba már nagyon-nagyon régóta itt lakik, és hát még az anyukájáé volt a ruha, most sajnos az ingaz nem, mert az eredeti ingaz ugye nem jött rám, de hát igen, szóval az övé volt még az anyukájáé, ennyit lehet tudni, ennyit mesélt. Régen tanultam táncolni, tehát nekem ez nem probléma, de a feleségem is tavaly felvonultunk, tehát benne voltunk a felvonulók között, úgyhogy igazából a tánca nekünk nincsen problémánk, az megy, hála jó Istennek. Pap Urbán Beáta 2012 óta a NAK község önkormányzatánál művelődés szervező, azóta rendszeresen megrendezi a szüreti felvonulást. 2019-ben a NAK községért alapítvány és a Naki Falu Szépítő Egyesület úgy döntött, hogy egységes ruhát készít a település lakóinak, akik szeretnének felöltözni, és akkor így minden évben ezt húzzuk fel. Ebben az évben 5 megálló lesz, ahol a falusiak vendégül látnak minket mindenféle süteménnyel, szendvicssel, és azokon a megállókon táncolunk többet, és akkor ott lesz a bíróné. Ők most egy olyan pár, mert mindig az a hagyománya, hogy aki idén utoljára házasodott, ő szokott lenni a bíró és bíróné. Most idén az utolsó házas az egy kismama, és ő már nem olyan jól bírja, úgyhogy ezért esett egy 2 éve ide költözött párra a választásunk. A fogatokat azt a helyi segítőnk van, a Varga Sándor, neki vannak lovai, és akkor a fogatokat mindig ő intézi. Most idén 4 fogatunk lesz, ami szerintem nagyon jó dolog, mert a környéken már nem nagyon vannak lovak, 2 hátas, plusz mégis 3 traktor, plusz egy teherautó, ami a zenészeket viszi. Adjon a jó Isten, jó napot kívánok! Eltent egy esztendő, ismét ide állok. Ismét ősz van, a szüretnek napja, örvendezzen a falu apraja és nagyja. A kisbírónak éles lett idén a nyelve, de mitől is lenne derűs a kedve? A faluban csúf dolgok történtek, gazdolvajok ellopták a körténket. Hajaságban nem volna ez elég, Ferkónak álmában betörték a fejét. Sokáig dühöngött a falu népe, mire rátaláltunk a jó vezetékre. Kicsit jobb lett a szánknak a íze, javul a falunak a víze. Félelmetes módon fogy a lakók száma, gyerekcsinálók azonnal kezdjenek munkába. Egykoron igencsak sok szőlős gazda élt és dolgozott a Tolnavármegyei NAK-on. A környéken még most is van belülük jó néhány, és nagy gonddal ápolják szőlőiket. A szüreti felvonulás pedig nekik és a szőlőnek tiszteleg. Jellemző, minden évben megtartjuk, és hát egyre kevesebben vagyunk, de attól függetlenül annál nagyobb elánnal és szeretettel összegyűlünk, végigjárjuk a falut, boldogan integetünk, eszünk, iszunk, mulatunk. Gyakorlatilag egy 50-60 ember, aki részt vesz, így aktívan, hát meg akik csinálják, ugye felállítják a diszkapukat, ott még legalább ugyanennyi. A helybeli önkormányzat önerőből valósította meg a szüreti ünnepséget. Pár százezer forintból összehozták a kellemes hétvégi napot. Munkatársai készítették a finom naki pörköltet, a Dombóvári Fúvós Egyesület fújta a talpalávalót.